A harmadik gyertyán is kigyúltak a fények a Dunaföldvári várban felállított adventi koszorún, miközben Molnár Iván evangélikus lelkész áldást mondott. Az ünnepi díszbe fénybe öltözött várudvart hamar megkedvelték a helyiek, sokan látogatják advent idején. 7 év után költözött a béketéri városközpontból vissza a várudvarba a rendezvény. Tavaly évben átépítésre került megváltozott egy kicsit a béketérnek a hangulata is. Ugye új növényzet is került meg, minden egy évet így lepróbáltunk, nem ment. Tehát láttuk, hogy ugye nem tudunk úgy vigyázni az ott kialakított környezetünkre, letapostuk az ott lévő virágokat. Kézműves játszóház, karácsonyi vásár, forró tea, forralt bor, zsíros kenyér várja advent idején a kilátogatókat. Maga a helyszín az nekem nagyon tetszik, főleg, hogy az időjárás is kedvez, maga a várba való feljövetel is nagyon hangulatos, akkor maga ott fönn a jászolnál is a fények. A színpadon kulturális programok hangolják az ünnepekre a lakosságot.